Jó reggelt kívánunk! Mesterrel és tanítványával folytatjuk. Kelemen Richárd fotográfus és Lisztes Edina a vendégünk. Jó reggelt kívánunk! Ezért csak valami jó reggelt kívánunk! Van most egy nagyon érdekes kiállítás a Nyugati téren, de hát beszéljen az alkotó, 70 fotó, ha jól tudom. Igen, és mit láthatunk ezeken a fotókon? Hát ezeken az ott elhaladó járókelőket lehet látni. Ez egy betonfal felület igazából az aluli járóban, tehát nem is a téren található. És minden járókelőről, aki engedte a projekt alatt, arról tettem ki a képeket oda, ahol készültek. Miért pont 70? Hát ez teljesen random. Ugye ez egy vizsgafeladat volt, jól mondom? Egy feladat volt a rajziskolában. De ott már megadta, hogy 70 fotónak kell készülni, vagy nem, ez alkotói szabadság? Mi volt a feladat? Minden évben adunk ki olyan feladatot, ami portréfotográfia, többféle megközelítésből. Ez most egy olyan feladat volt, hogy az August Sanderre reflektálva, vagy az ő hagyományait követve lehetett portrékat csinálni, és Richárd ezt választotta, és analóg filmre, nagyformátumra, vagy középformátumra készítette a portrékat. 70, mert 7 tekercs, és minden tekercsen 10 ember lett, anyagi és időkeretek szerint amennyi enyzéthet. Richárd említett egy fogalmat, nevezetesen a random, tehát az ötletszerű, vagy éppen a véletlenszerű, de akkor miért éppen járókelők? Hát az eredeti elgondolás, ami mentén a projekt is ki lett adva a budai rajziskolában, az volt, hogy egy ember tipológiát létrehozni. Ez, ahogy Edina is mondta, August Sandertől eredeztethető, aki a németeket mutatta be portrékon keresztül a 30-as években, és én úgy gondoltam, hogy azt a kérdést tettem fel magamnak a projekt kapcsán, hogy vajon ez a tér leírható-e az ott járó emberekkel. És mi a válasz? Hát ezt szerintem inkább a nézőnek... Igen, ezt értem, hogy a néző majd eldönti, de önnek van személyes válasza? Hát valószínűleg azért mindannyiunk közül önhöz állnak legközelebb ezek a bizonyos fényképek, nyilvánvalóan a képi megvalósítás is. Tehát, hogyha most megpróbál magát kívülről nézni önmagát, vagy az alkotásokat, önnek mit mond? Hát én úgy gondolom, hogy többé-kevésbé igen leírja, mert hogy... Aki ott elhaladt, és megkérdeztem, nem mindenki válaszolt, tehát nem egy teljes reprezentatív bemutatás volt ez, de aki engedte, azokról elmondható, hogy talán leírják, igen, az én szememben legalábbis. De akkor ezt úgy képzeljük el, hogy lement a Nyugati téri aluljáróba, és ott a képen... Kitettem az állványt, a kamerát, és... megkérdeztem az embereket, hogy hozzájárulnak-e ehhez. És sokan elzavarták? Mert azért azt úgy képzelem el, hogy nem egyszerű az emberekkel a Nyugati téri aluljáróban. Hát voltak sokan, akik nem engedték, akik belekötöttek, de azokat, akiket megszólítottam, ahhoz képest, hogy én mit gondoltam, annál többen mondták, hogy igen, beleegyeznek. Ez egy kicsit olyan, mint a szociológiai tanulmány, és ilyenkor néhány szót váltottak? Igen, ez nagyon fontos, mert hogy amikor kint volt a Fuga galériában, akkor ott nem csak a képek voltak kint, hanem néhány mondat, amiket ők a kép készülésekor említettek, és ez számomra nagyon meglepő volt, és így egy úgymond mélyebb rétegébe is belekerültem a dolognak, és a galériában úgy is voltak kint, hogy nem párosítva az emberek a mondatokhoz, hanem a nézőre volt bízva, hogy vajon ő mit gondol, hogy kik mondták, ki melyiket mondta, és ez is volt a projekt egyik célja, hogy ezeket a prekoncepciókat valahogy elosztassa. Mert voltak nagy meglepetések? Hát amikor a galériában többen is kérdezték tőlem, hogy melyik mondta ezt, melyik ember mondta a másik mondatot, de ezeket nem mondtam, mert voltak nagyon vicces találgatások is, nagyon sokan félre látták a dolgokat, de voltak persze jó válaszok is. Edina, mit tanultak Richárd munkájából? Hiszen a feladatot kiadták, de nyilvánvalóan egy jó tanár az a saját diákjától is képes ellesni akár dolgokat. Milyen tapasztalatokkal bírt mindaz, amit láttak? Hát mondjuk számomra az a nagyon fontos, hogy az egész csoport milyen tapasztalatokkal bír, tehát ugye ez osztály, és hogy egy diák az, aki most konkrétan ezt végigcsinálta, de az egész osztályban mögötte,
és részt vettek a projektben, segítettek Richardnak kirakni a munkát, és a Richard tapasztalataiból ők is mindannyian profitálunk. Abból, mi hogy profitáltak egyébként? Hát az, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ilyen munka végig menjen, mondjuk ahhoz, hogy mi itt üljünk, ahhoz képest, hogy februárban kiadtam ezt a feladatot, senki nem gondolta, hogy itt fogunk ülni most augusztusban, és hogy ami nekem nagyon tanulságos, az a Richard hozzáállása. Tehát az a fajta emberi, nem feltétlenül csak művészi, az az alázat, az a kitartás. A kettő össze is kapcsolódhatok el. Igen, szakmai profizmusra törekvés, maximalizmus, ami szépen lassan az első felvétel után, hogy kiállt az aluljáróba kattintott, senki nem tudta, hogy hova visz, eljuttatta őt oda, hogy a Fugában lett a kiállítás. Persze ezek véletlenek, sok-sok véletlen, de azt hiszem, hogy a véletlenek mindig valahogy az úr úgy meg kell őket alapozni, hogy aztán a kis segítség onnan föntről, vagy valahonnan hozzá. És érkezzen. Ez mennyire gyakori, hogy egy vizsgafeladat ekkora siker lesz, kiállítás a Fugában, utána kiállítás most a Nyugati téren? Hát nem vizsgafeladat, ő első éves nálunk a Budai Rajziskolában, úgyhogy nem gyakori. ez annak köszönhető, hogy valahogy így a tényleg mondjuk szerencse véletlen, és az ő karaktere ezt lehetővé tette. Az, hogy vizsgafeladat egyébként sikeres, az mondjuk sokkal inkább gyakori lehet, mert hogy nekünk most végzett a második folyamon ez a művészeti és média fotográfus szakon az első ilyen nevű OK-s képzésünk, és nekik volt egy vizsgakiállításuk a Kass Galériába, ami egy elég jó kortárs kis galéria a Bartók Béla úton, és ott nagyon sikeresek voltak, ott volt mindenkinek a vizsgafeladata, és azt hiszem, hogy nagy sikerrel zártuk. Ráadásul gyakorlatilag mindenkit fel is vettek az egyetemekre, vagy a főiskolára. Ehhez pedig gratulálunk. Nekem egyébként az megkapó ebben az egész munkafázisban, hogy amikor az ember modellt áll, akkor oda megy, felkészül, esetleg, mint a tévében, kisminkelik, beül, nem úgy a lámpa, és az a random szó az elején megfogott engem, Richard, hogy itt gyakorlatilag random modellek voltak, akik abban a ruhában jöttek, ahogy dolgozni mentek, vagy hazamentek, vagy egy gyerekért az óvodába mentek. Tehát igazából ez is egy üzenet, nem? Igen, mindenképpen, és még instrukciókat sem mondtam, tehát az, hogy hogy állnak be, az teljesen rájuk volt bízva. És tényleg voltak olyanok, akik éppen munkából jöttek, és még meg is kérdezték, hogy nem baj, hogy most jöttem munkából, egy kőműves bácsi kérdezte meg, mondtam, egyáltalán nem, sőt, még örültem is neki. Meg tudnád mondani, hogy ki kicsoda? Hogy aznap milyen napja volt? Hát az. Igen. Hogy aznap milyen napja volt? Hogy milyen munkát végez? Nagyon-nagyon érdekes. Mutatom a kamerát képek felé, tehát van olyan, akinek a munkahelyi belépő kártyája ott lóg a nyakán, van olyan ember, akinek szerintem nehéz napja volt, de érdekes, hogy a szempárokba miket képzelnek bele az emberek, nem? Meg tudta állapítani egyébként fotózás közben, hogy ki volt a boldog, ki volt a boldogtalan, ki volt a feszült, ki volt a túlhajszolt, az álmos, aki pihent? Ezt úgy nagyjából lehetett érezni, igen, tehát a hozzáállásból is. Valakit nagyon erősen kellett rávenni, hogy beálljon, de valaki magától jött oda, mert látta, hogy csinálok fotókat másokról. Valaki pedig hatalmasat szívott a cigarettájából. Gratulálunk, köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen.